Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Megkezdődött az új évad a Vörösmarty Színházban és az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnál is. Két új előadásról fogunk beszámolni mai adásunkban. Molnár Ferenc Játék a kastélyban című darabját, kiváló vígjátékát vitte színre Szikora János rendező, illetve Smetana és Mahler műveket mutatott be az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Tartsanak velünk! A 25. születésnapját ünnepli a Vörösmarty Színház ez idén. Szikora János rendezésében egy abszolút klasszikus, Molnár Ferenc zseniális vígjátéka, a játék a kastélyban került színre. Azt hiszem, hogy mindenki számára csoda, hiszen tudjuk, hogy a Molnár Ferenci vígjáték felülmúlhatatlan. Drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Lope de Vega is megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja haldoklott, arra gondolt, micsoda hatásos jelenet lehetne ez a színpadon. A játék a kastélyban premierjével indul a jubileumi évad a Vörösmarty Színházban. A műfaj klasszikusa, a mesemondás virtuóza Molnár Ferenc művét Szikora János rendezésében láthatják a színházbarátok. A darabban a primadonna, a hősszerelmes és a fiatal zeneszerző kínos szerelmi bonyodalmát csak egy drámaíró oldhatja meg. Színházat látunk a színházon belül, ahol menthetetlenül összegabajodik valóság és látszat, igazság és hazugság, élet és színház. A játék a kastélyban az az legismertebb Molnár Ferenc darab, és én az az érzésem, hogy ezt nem ismerjük eléggé. Mert a játék a kastélyban szellemessége, villódzó, sziporkázó, mókás jelenetei alatt egy mélységes, mély tragédia, emberi érzések húzódnak, és igazából ez a dupla fenekűség izgatott engem ebben a munkában, hogy hogyan lehet egyszerre megmutatni azt, amitől a játék a kastélyban világhírű, és azt is, amit ez a szellemesség elfed. És ne felejtsük el, Uraim, a legnagyobbat! Készen van a mű, készen van az új opera, és nyár van, és szép az élet, előttünk a tenger, és remek volt a vacsora. Ez egy szép nap, érdemes megjegyezni. Mindek! Molnár Ferenc lebilincselő meseszövésének főhőseként, Turay a drámaíró, az események cinikus, de mégis nagyon is emberi mozgatórugója, aki elhiteti velünk, hogy a játék, a hamisság jótékonyan megoldja azt, amit az ember az eszével nem tud. Turay a nagy mahinátor benne, és hát ezt mindezt rendkívül elegánsan, azzal a Molnár Ferenc eleganciával, azzal a humorral, amit a Molnár Ferenc kiválóan tudott, és hát közben meg vannak túl a Turainak a probléma megoldó képességén, ahogy bravúrosan meg tudja oldani helyzeteket, van egy érzelmi szál, hiszen van egy szereplő, aki ezzel nagyon közel áll. Pontosabban több is, egy nő és egy férfi, a nő egy volt szerelem, a férfi, a fiú pedig, ha nem is a fia, ezt majd a nézők eldöntik, hogy ez... hogy ő az-e vagy sem, de minden esetre rendkívül szereti saját fiaként, és ezek a mi motivációs pontok. Frigyes! Szintén színműíró vagyok, szintén színdarabokat követek el, mégpedig kivétel nélkül mindig az előttem szóló Urla Egyetemben. Mi ketten híres színműíró cég vagyunk, valamennyi épkézláb bohózat és operett címlapján ez áll Gál és Turay. Gál, mint másodhegedűs, a Gál-Turay szerzői párosban érzékenyen ábrázolja saját műhely gondjait, a drámaíró mesterség dilemmáit is a darab témájává teszi, a látszat és a tartalom az igazi és a hamis felismerésének és a kettő közti dilemma áll. Hihetetlen agy, hogy valakinek egy ilyen sztori eszébe jusson, ez az ember tényleg első perctől, hogy fölébred az alvásáig, végig a színházzal foglalkozik. És csak ilyen zseninek jöhet ki ilyen sztori a fejéből, aki állandóan figurákat néz, és az utcán is úgy megy, hogy szereplők lesznek ezekből. Hogyan lehet ezt megformálni? Nagyon egyszerű. Azt mondom, hogy nagyon egyszerű. Hitelesen úgy kell beszélni, hogy az ember amúgy is éli az életét. Szóval annyira közel van az élethez ez a frekvencia, amin hat, amin nevetni lehet. Annyira emberi, annyira gyarló és humánus, hogy nem nehéz dolog ezt játszani.
ebben van bizony a bizonyíték. Ki volt ön, mielőtt én önt nőül vezém? Atya! Pierre Jean Bourbon, Bourbon, Glasokon, Solier, Rambouillet, Dobrá, Távornok, elesett! A figurákat manipulatív módon mozgató, nagyon is érthető szerzői önkény a hősszerelmes Almádit teszi nevetség tárgyává. Szikora János rendezésében azonban olyan emberi mélységeket fed fel, mutat be a szerepben egyébként is lubickoló Gáspár Sándor, amely bizonnyal gondolkodásra sarkalja a nézőt. Az egyszerűséget azt arra vonatkoztathatjuk, hogy egy eléggé nevetséges, átlátható, mondhatni elég primitíven gondolkodó színész kollégáról van szó, aki egyébként ebben a játszmában, ebben a játékban emberileg olyan utat jár be, ami egyébként az ő nagyszerűségét igazolja. Maga Becknek a dadája, meg a gyánya, meg a vátfogója, meg a nem is tudom mi csodája, és nekem barátom is, szerzőm, és én csak azt mondtam, hogy ez hazugság, és aljas rágalom. Akkor jó, mert erre tudok felelni. Itt vagyok ebben a szobában tegnap este óta. Bőzöm, bőzöm. És ezek a falak olyan aljasú papírvék, mint a papír. Felhőkarcoló. Ló. Citra. Baller Bianca ismét bizonyított. Egyszerre volt nagyvilági díva, cserfes kicsi lány, valóságos primadonna, annak minden rezdülését, mélységeit és magasságait kihasználó léha és nagyívű, szeretetre méltó és szerető. Anninál nagyon érdekes az, hogy vagy nagyon nagy kihívás azt játszani, hogy ugye ő egy színésznő, tehát eljátszani az ő lazaságát, az ő könnyedségét, ahogy élvezi az életet, hogy flörtöl a férfiakkal, hogy ő egy ilyen kis naíva, de közben nem egy buta nő, és nagyon, tehát hogy ő egy jó színésznő, és hát nagyon izgalmas azt is, vagy azon is gondolkodni, és azon is dolgozni, hogy a sokrétűségét eljátszani. A darab könnyű és nehéz, végig lebeg felettünk Damoklész kardja, el lehet-e vinni szárazon ezt a piciny megingást? Simogató kritika ez, amely mindenkinek szól, mert menteni kell a menthetőt, de játék nélkül nem ér az egész semmit, és játszani jó, de csak is elegánsan és szemtelenül, egyszerre, ahogy Molnár Ferenc megálmodta. Azért a legjobb drámaíró mégiscsak az én. Már csak azért is, mert nem veled iratja a darabját. Paliscsák Polina, a fiatal világhírű operaénekes volt az Alba Régia Szimfonikus Zenekar vendége, a Smetana Mahler esten, amelyet Dubocki Gergely vezényelt. Most nézzük meg az operaénekessel készült beszélgetést. Nagy tisztettel és barátsággal köszöntöm Székesfehérváron Pasztírcsák Polinát. Mindennel megajándékozott. A keresztneve ugye ezt jelenti. Én azt hiszem, hogy ajándék az itt léte mindenképpen számunkra. Ahogy az életrajzát nézegettem, valóban elmondhatja azt, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Hiszen az eddigi pályafutása az méltó erre a... Egyébként ez Prohászka Ottokár püspöki elmondata volt. Kezdjük talán az elején, de már az egyetemnél. Ő angol-magyar szakra járt, és egyszer csak jött a gondolat, amit tett követett, és elindult egy olyan pályán, ami én azt gondolom, hogy így utólag mindenképpen jól járt a magyar zenei élet. Hát nagyon köszönöm ezt a gyönyörű felvezetőt. Én az ELTÉ-t elkezdtem ugyan, de akkor már énekelni tanultam. Egy-két éve talán, azt megelőzően elkezdtem a Big Favi Julinál éneket tanulni, és ez valahogy annyira komolyra fordult, hogy az ELTE, ami nyilván egy nagyon nívós egyetem, de úgy gondoltuk, hogy mégiscsak
a zenei pálya és az éneklés az nekem fontosabb. Említette Big Falvi Júliát. Nyilván a kezdetek mindig fontosak, az alap. Mi mindent lehetett tőle megtanulni, ami elkíséri máig? Ez egy érdekes kérdés, hogy az ember, ha tanárként kap egy tehetséges növendéket, mi az, amit érdemes neki tanítani, és mi az, amit nem. Tehát nagyon sok tanár van, aki megpróbál valami teljesen felépített technikát és szisztémát ráhelyezni a tanulóra, ami nem feltétlenül egy érzékeny, meg egy empatikus tanítás. Én a Julinál olyan szerencsés voltam, hogy a Juli abszolút abból indult ki, hogy mi az, amin van, és amin van, azt továbbfejlesszük. Tehát a természetességet meghagyni, és a természetességből egy tudatosságot létrehozni, ami azt hiszem, hogy a legkeményebb feladat egy tanár részére. Mennyire volt ösztönös és mennyire tudatos ez a folyamat? A részemről abszolút ösztönös volt, tehát én a tudatosság szintjére elég későn értem el. Vagyis hát ez egy folyamat nyilván, tehát azt hiszem, hogy az ember tényleg holtig tanul, tehát ez szó szerint így van. Tehát vannak bizonyos támpontok, amiket ez alatt a sok év alatt, a tanulmány éveim alatt azért elég stabilan elsajátítottam ahhoz, hogyha bármi gond legyen, akkor tudjak korrigálni és tudjak mihez nyúlni. Ugye azt mondják, hogy a tehetség akkor jó, ha a szorgalommal kézen fogva jár. Nyilván ez megerősítés volt a Simándi József énekversenyen elért eredménye, mert az meghatározta valamelyest a jövőt is. Azt hiszem, hogy a tehetség fenomén az egy nagyon inspiráló dolog. Tehát ha valaki tehetséges, akkor állandó inspirált állapotban van és ambiciózus annak érdekében, hogy ezt a tehetséget minél magasabb szintre fejlessze. És velem ez történt meg, tehát az ösztönösség és az ambíció az karöltve vitt el oda, ahol most vagyok. Tehát ez... Mennyit változott az alatt, az öt esztendő alatt, amikor Mireje Fréni növendékeként esztendőről esztendőre kellett bizonyítania, hogy igenis ott a helye? Azt hiszem, hogy az az időszak a pályára való felkészítés, ennek a nagyon kemény emberi pályának a felkészítésére szolgált. Tehát az a hatalmas tapasztalat, mennyiség, amit a Fréni élete során, karrieri során összegyűjtött, azt tudta leginkább átadni a növendékeinek, és ez is egy nagyon ösztönös szinten szívódott belén. Tehát az, hogy egy ekkora diva, hogyan, mit kommunikál, és mi az ő életének a legnagyobb tanúsága, és mi az, amit át lehet tőle venni. És ez egy nagyon kemény iskola volt, mert tehát, csúnya ezt mondani, de ott nincs kecmec. Tehát az embernek semmi baja nem lehet. Ha énekelni kell, akkor nem fájhat a fejem, nem fájhat a hasam. Ott színpadon vagyok, egy mikroszkóp alatt, és mindenki előtt tökéletesnek kell tűnni. Fontos, hogy tökéletes is legyen valaki? Tehát kérdezek itt elsősorban arra, hogy napról napra bizonyítania kellett. Ez nyilván sokat segít. Tökéletességre nyilván csak törekedni lehet, tehát ez egy relatív dolog, de azt is tudni kell, hogy a tökéletességet soha sem szabad elhagyni, mint célt. Miként választott szerepeket? Voltak-e olyan álmai, amelyek aztán a kezdetekkor nyilván később megvalósultak? Hiszen ez egy folyamat volt nyilván. Hát ez egy érdekes kérdés. Nekem konkrét álmaim sosem voltak. Érdekes módon az ambícióim ellenére olyan álmaim, hogy itt vagy ott énekeljek, és akkor leszek egy beteljesült művész, ilyen nem volt. Nekem valahogy mindig egyfajta magas szintű, minőségi álmom volt, hogy olyan dolgokat hozhassak létre a maximalizmus által, amire magam is büszke lehetek, és
akár nyelvi szempontból, akár zenei szempontból tényleg egy minden alkalommal egy kis gyémántot mutathassak. Ez nem valószínű, hogy mindig sikerül, de a törekvés az fontos. Az fontos, hogy a bemutatkozásain a siker elkísérte a máig. Gondolok itt elsősorban a dalestjeire, az opera színpadon elért sikereire, a külföldön és itthon egyaránt. Ez mennyire nyomja rá egy énekesnő pályafutására a bélyegét, a kezdet? Azt hiszem, hogy nagyon sokat segít az, hogy az ember a kezdet-kezdetén milyen közegbe kerül, onnan mit hoz, és hogy mekkora löketet ad. Nyilván én megnyertem a Genfi versenyt 2009-ben, ami egy hatalmas segítséget jelentett. Tehát azáltal, hogy megjelent egy önálló albumom, egy portréalbum, rengeteg koncertre menedzseltek be, úgyhogy ez egy nagyon jó indítás volt, és az is jó indítás volt, hogy a Fréninél tanultam, mert magamba szívtam a Belcanto kultúráját, és ott is debütálhattam. Tehát ezek fontos és jó döntések voltak akkor. Daphnéval debütált itthon, óriási sikerrel. Ez máig elkíséri? Igen, abszolút jönnek folyamatosan a visszajelzések azóta is, hogy ez nagyon jól sikerült. Érdekes, ezek ilyen teljesen személyes élmények, azt, hogy mikor talál meg valakit egy szerep, milyen élethelyzetben és milyen hangiállapotban, az egy jó csillagállás volt. Ez kicsit hasonlít arra, ami a Traviata Violettánál is érte, az a fajta csúcsérzés, amit aztán a színpadon is lejön. A Violetta az egy másfajta szerep. Azt hiszem, hogy ahhoz tényleg rengeteg élettapasztalat kell, nő létemre mondom, hogy ahhoz, hogy ezt a komplex személyiséget hitelesen tudjuk hozni, és elég drámaian, ahhoz elég sok mindent meg kell élni. Nem azt mondom, hogy konkrétan mindent, amit Violetta átélt, de azért lehet következtetni érzésekre. Eljön az az idő, amikor egy opera énekes azt mondja, hogy rendben van, ezt szeretném, és ezt meg is valósítom, és emellett pedig kirándulok mondjuk dalestekkel, vagy adott esetben az operett színpadon. Mire gondol, hogy mit valósítani? Megvalósítani? Hát van-e olyan szerepálma, amely mindenképpen várat még magára, de mindenképpen szeretné elérni? Az az igazság, hogy a szerepek az embert megtalálják, tehát lehet várakozni, csak nem érdemes, mert úgy is richtig máshogy fog alakulni, tehát szerepálmok persze mindig vannak, de ezek is változnak. Azt hiszem, hogy a dalokat, a szimfóniákat és az opera szerepeket, ezeket folyamatosan érdemes paralell csinálni ahhoz, hogy egy nívót mindig tudjunk képviselni. Beszéljünk azokról a társakról, akik a színpadon lenyűgözték, hiszen nyilván, aki egyszer is közel kerül, nézőként mondom, Carrerashoz például, az elkíséri nagyon-nagyon hosszan és sokáig. Mi mindent érez egy alkotó ember, egy művész, amikor egy valódi világsztárra léphet fel, és ezt teszi ezt először, és rendkívüli sikerrel? Azt hiszem, hogy ezekkel a nagy zenei alakokkal való találkozások, ezek sokat jelentenek. Inkább emberi szempontból mondanám, nyilván szakmai szempontból is, hogy megfigyeljem, hogy mai napig hogy énekel a Carreras, és ez milyen megdöbbentő, hogy ennyi idősen így lehet még énekelni. Egyrészt ez. Tehát ez egy nagy tanulság. Másrészt viszont emberileg, hogy hova érdemes és hova lehet fejlődni és tartani egy ilyen hatalmas karrier során. Tehát nagyon pozitív élmények voltak. Ez nyilván vonatkozik Placido Domingóra is. Domingóra is, és ugyanúgy Frénire is, akivel ugye én 5 évig tanultam. Tehát én azt mondanám, hogy nekem az volt a legnagyobb és legmérehatóbb élmény, hiszen ez egy 5 éves időszak volt, és ott sok mindent megéltem. Az itthoni társak
Ja, említette gyakorta Fischer Ádámot és Kocsis Zoltánt. Áldott emlékű barátunk már nem lehet köztünk, ugyanakkor nagyon fontos szerepet játszott egy bizonyos időszakban az ön életében. Igen, Zoli életének az utolsó éveiben, tehát mi egyszerűen akkor találkoztunk szakmai szempontból, ő nagyon felfigyelt rám, és úgy éreztem, hogy nagyon sok lehetőséget szeretne számomra biztosítani, és nagyon sajnálom, hogy ez nem jöhetett már létre. Íve van a pályájának, azt tudjuk. Azért jött, hogy tüzet hozzon a világra, hogy keretbe zárjam a történetet. Ez mindez idáig meg is történt. Mi a következő cél? A célom továbbra is a minőség fenntartása. Tehát semmi más célom nincsen, csak az, hogy legyen mondani valóm, és ez minél gazdagabb legyen, és az emberekhez minél egyszerűbb úton jusson el. Egy meghívásnak tesz most eleget, hiszen ez egy fantasztikus koncert lesz az Alba Régia szimfonikusokkal, nyilván először találkozik ilyen mélységben. Milyen gondolatokkal fogadta a meghívást? Nagyon örültem. Dubocki Gergő hívott meg, és én a Gergőt nagyon tehetséges fiatal karmesternek tartom, és nagyon örültem, hogy részese lehetek ennek a koncertnek. És kifejezetten örültem a Mahler daloknak, hiszen Mahler nekem abszolút szívem csücske, úgyhogy ez egy külön csodás lehetőség. Tehát az égi örömök előtt állunk. Elárulom egy barátomat, aki fotoriporter, és azt kérte tőlem, hogy hadd fotózhasson, mert szerelmes a Mahler dalokba egyik oldalon, és azt mondta, hogy aki Mahler dalt tud énekelni, már pedig nincs kétségünk felőle, hogy ön tud, hiszen hallottuk már, az mindent tud. Tehát óriási várakozással tekintenek az este elé. Tehát Mahler valami gyönyörűség, ha jó. Azt hiszem, hogy ezt mindenről el lehet mondani. Tehát aki Mozartot tud énekelni, az mindent tud, aki Mahlert tud énekelni, mindent tud. Az van a dalokkal, hogy a dalt énekelni csak nagyon színesen lehet. Tehát ott a zenekarnak nagyon ébernek kell lennie, hogy az énekes éppen mit szeretne kifejezni, és hogyan, és mik az ő korlátai, és azokat elősegíteni. Szóval tényleg egy mikroszkóp alatti színpadi lét, úgy mondanám. Ennek tükrében milyenek a próba folyamatok? Nagyon, nagyon közreműködőek, hogy úgy mondjam, és nagyon reaktívak. Úgyhogy nagyon, szerintem jó lesz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!